Jó estét kívánok, Kübekháza! Szeretettel köszöntünk mindenkit innen a kis eredményvárunkból. Nagy öröm számunkra, hogy Kübekháza arra szavazott, hogy folytassuk tovább közösen együtt a jövőt. Nagy öröm számomra, hogy ma arról szavazott Kübekháza, hogy azok az eredmények, amelyeket az elmúlt 17 évben ezzel a képviselőtestülettel elértünk, ez folytatódhasson tovább. Nagy öröm számomra, hogy elmondhatom és köszönhetem körünkben a képviselőtestületünk tagjait. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Gyöngyösiné Szél Tímeát, aki 355 szavazattal képviselők közül a legtöbb szavazatot kapta. Isten éltessen, Tími! Köszönöm! Gyere rá ide! 354 szavazattal Mioknyi Novodonszki Ildikó képviselőasszony és Kucsera Istvánné képviselőasszony kapta a másik legtöbb szavazatot. Kérem őket is ide, fej-fej mellett, úgyhogy ők karonfogva érkeznek ide közénk. Egy puszi. Köszönöm. Gratulálom, gyertek ide. Gál István képviselő úr 281 szavazattal, szeretettel köszöntöm a testületi tagok között. Isten az Isten. Köszönöm. Hegedűs Zoltán képviselő úr 261 szavazattal. Új képviselőnk lesz Dékán Gyula 234 szavazattal. Csapatban. És nagy szeretettel köszöntöm Berecki Sándor képviselőt, akit ezennel szeretnénk fölkérni arra, hogy Kübekháza a Szociális Bizottságában részt vegye, és nagyon köszönjük a munkáját, továbbra is számítunk őre. Itt a mi kis csapatunk, nagyon hálásak vagyunk Kübekháza lakóinak, hogy a folyamatosságra, a tapasztalatra szavazott, és köszönjük a falu lakóinak azt, hogy egy békés, szeretetteljes időszak lehet mögöttünk. Láthattuk az országban, hogy milyen indulatok feszültek, lehetett látni, hogy mindenki ellen. Kübekházán semmit nem lehetett ebből tapasztalni. A béke szigete voltunk, és ezután is azok leszünk. Szeretnénk sok mindenben változtatni, újra kell terveznünk, mint ahogy a GPS is szokta mondani, az egész önkormányzati rendszerünket. És innen szeretnénk megköszönni a választóknak is a támogatásokat, és nagyon szeretnénk megköszönni, úgy gondolom, valamennyiünk nevében azt, hogy a Szavazatszámláló Bizottság reggel óta részt vett a munkába. Köszönjük az ő munkájukat, köszönjük azt, hogy helyt álltak Kübekháza lakói és a szavazat tisztasága érdekében. Nagyon fontos innen üzennünk a szomszédos településeknek. Gratulálunk Jani Jánosnak, Ferencváros polgármesterének, gratulálunk Ferenci Ferencnek, Tiszasziget polgármesterének, Putnik Lázárnak, Újszent Iván polgármesterének, Király Lászlónak, Deszk polgármesterének, és köszönjük Fekete József Klárafalvi polgármester úrnak azt, hogy 20 sok éven át Klárafalvát becsülettel, tisztességgel szolgálta, szép nyugdíjas éveket kívánunk neki. Én azt hiszem, hogy most így nagyon fáradtak vagyunk az elmúlt időszak után, rengeteg program volt mögöttünk. Nagyon-nagyon köszönjük azt, hogy számíthattunk a falu lakóira. Nagyon sok mindent elértünk az elmúlt 17 évben, de ez a falu még nincs kész, és az elkövetkezendő időszakban azon fogunk munkálkodni, hogy Kübekháza még inkább rendezett, utcáink, járdáink, egyéb dolgaink is rendezettek legyünk, hogy valóban, amit jogos kritikaként kaptuk, azt elismerjük, hogy van egy csodálatos főterünk, van egy csodálatos főutcánk, vannak gyönyörű intézményeink, de járdákra, mert mindig tűzoltó munkát kellett végezni, nagyon keveset fordítottunk, ezen szeretnénk változtatni. Lesznek majd nehéz döntéseink is, amit majd meg kell hoznunk, de ehhez majd a testületnek meg kell alakulni, és akkor fogunk erre visszatérni. Nagyon köszönjük, ugye? Köszönjük szépen. Köszönjük Kübekháza, hogy velünk voltatok, és most már ötödszőre választották gyakorlatilag vissza ugyanazt a képviselőtestületet. Köszönjük nagy-nagy alázattal, hálás szívvel, szeretnénk szolgálni Kübekháza minden egyes lakóját. Azokat is, akik ránk szavaztak,
azokat is, akik nem. Úgy gondolom, hogy a szolgálat, egy polgármesterség, egy képviselőség ezt követelni meg tőlünk. Isten áldja, Isten éltesse Kübekházát, Magyarországot, és reméljük, hogy ez a gyűlölködő hang nem a nőbe az ország belőle alkodott, ez most már majd lecsitul, és akkor elkezdődhet újra egy békés építkezés majd az országunkban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és hogy nagyon sokan bátorítottak az elmúlt időszakban bennünket, biztattak. Köszönjük a sok-sok ajánlást, amelyeket kaptunk, amelyek már arra indítottak bennünket, és abból is lehetett látni azt, hogy ezt a választást nem október 13-án fogjuk megnyerni, hanem megnyertük az elmúlt 5 évben. És ezt köszönöm a képviselőtestületnek is a odaszánt munkát, köszönöm, hogy egyek lehettünk. Köszönöm szépen, minden jót kívánunk, jó éjszakát, és szép napot. És szép oldalat. Hello, hello, hello. Jönnek a lányok ide? Jönnek a lányok ide? Hosszú idő.